Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Huszti Andrea, az ISZOM mozgalom, az Igen párt társelnöke, és Galaba Deák Ádám, a mozgalom, illetve a párt szóvivője. Csoklom. Igen, Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnöke. Nagyon jó. A több is stimmel. A több is stimmel, hát akkor majdnem rendben vagyunk. Bízom benne, hogy önök nem a Mi Hazánk mozgalomból szeretnének tagokat toborozni. Habár Borsodhatba hogy állunk? Borsodhatba egészen jól állunk, nagyon sok emberrel találkoztunk, és van ez a probléma, hogy Bíró Lászlóra nem szívesen szavaznak többen, úgyhogy azt gondoljuk, és én ezt a szombati pártnapunkon nyilvánvalóvá is tettem, hogy nem fogjuk Tóth Ádámot arra sarkalni, hogy visszalépjen, sőt, az ellenkezője, mert azt gondoljuk, hogy Tóth Ádám nem szavazatot fog elvenni a náci jelöltől, hanem azoknak ad lehetőséget, akik, és nagyon sokan vannak ott úgy, akik nem szavaznának egy náci jelöltre. Szóvivő úr, azok után, ami történt a szocialista pártnál, teljesen érthető, hogy az igazi baloldaliak akkor most megszállják önöket, és sorba állnak a felvételüket kérve. Megvan ez a sor? Látja ezt a sort? Szerintem először nekünk kell, illetve kell kinyitni majd a pártot, ahogy az elnök asszony ezt a hétvégi pártnapunkon is megfogalmazta, hogy nagy-nagy szeretettel várjuk az MSZP árvákat, de csak azokat, akik valódi baloldalisággal rendelkeznek. Ezt az üzenetet mi most szombaton lőttük ki a nyilvánosságba, szerintem fognak jelentkezni. Fölölték az űrbe, és akkor ez most hullanak. Így van, és ahogy az elmúlt időszakban is. Fejére. Azért ne tekintsünk mindenkit áldozatnak, vannak még ott eltökélt baloldaliak, legalábbis mi ebbe hiszünk, és bízunk benne, hogy megtaláljuk egymást a közeljövőben. Tehát a végén még majdnem történelmi párttá fognak alakulni. Mit tesznek azért, hogy Tóth Ádámnak sikerüljön? Mindent. Röviden nagyon kampányolunk, röviden. Terepen vagyunk. Mi augusztus 22-e óta ott vagyunk Zemplénben, a Borsodi 6-os számú választókerületben, és felszántjuk az egész választókörzetet. Találkoztak-e Ádám... már az úriemberrel, akit nem szeretnének? Én például nem, de a jelöltünk Tóth Ádám találkozott vele többször, sőt már a kampány előtt is felvették egymással a kapcsolatot. Hát, hogy úgymond meg akarták őt keresni, hogy ne induljon el. Pozíciót ajánlottak neki, de ezt határozottan visszautasította. Mi történik a párttal? Van-e már valami olyan információ, illetve ezzel a mozgalommal, hogy hányan vannak, vagy elegánsan még nem számolják? Még nem annyira számoljuk, ugye egy kicsit szigorítottunk az alapszabályunkon a július 18-ai kongresszusunkon. Pártolótagnak lehet első körben jelentkezni, erre már viszonylag sokan jelentkeztek, több embert már föl is vettünk pártolótagnak, onnantól számítva leghamarabb három hónap múlva. De pártolótagok nem tudnak tagdíjat fizetni. Nem, de azért valamilyen szűrő kell nyilván egy pártba, azért ez egy komoly dolog, én azt gondolom, és három hónap múlva van lehetőségük rendes taggá válni, hogyha kérik. Addig megismerjük egymást, és... Milyen reményeik vannak, hogy 22-re hány helyen tudnak az országba beékelődni? Hát már most is nagyon sok helyen, körülbelül 50 helyen vagyunk az országban. Tehát már 50 alapszervezetük van? Nem, alapszervezetünk még nincsen, de mi a hálózatosodásnak a hívei vagyunk. Tehát több szervezettel vagyunk kapcsolatban, több szervezettel van... együttműködési megállapodásunk, és... Ezek a szervezetek baloldali gondolkodásúak, mindenféleképpen. Mindenféleképpen baloldali gondolkodásúak, mert csak azokat tudjuk pirosak partnernek... Pirosak vagy zöldek? Pirosak és zöldek, de csak azokat tudjuk partnereinknek kezelni, akinek a legfontosabb most jelen pillanatban a szociális és morális válság felszámolása az országban. Tulajdonképpen, amikor valaki először jár nálam, akkor beszoktam mutatni. Úgyhogy kezdjük önnel, mert ön a hölgy. Mivel foglalkozott azelőtt? Közel 20 évig voltam ápolónő, leginkább onkológiai területen.
szerelmes voltam, imádtam, csak aztán egyszer elfogy már ez az energia, amit az ember adni tudott a pacienseknek, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt már nem tudom most úgy csinálni, hogy akkor a politikai lehetőket próbálja megmenteni? Igen, és 2011 óta politizálok, ott azzal kezdtem a pályafutásomat, hogy több társammal együtt egy egészségügyi szakszervezetet alapítottunk, ez máig is működik, én már ennek nem vagyok tagja, mert később fölismertem, hogy egy szakszervezetből nem lehet, tehát itt most már olyan összetett a probléma, hogy egy szakszervezetből nem lehet világot megváltani. Gyermekeinek a száma? Egy gyermekem van, aki elhasznált felnőtt. Férjeknek a száma? Hát az is csak egy. Tehát egy konzervatív szóval baloldali. Vagyunk. Ádám, te vagy a következő áldozat. Családi állapotod? Nőtlen. Gyermekeid száma? Nincsen még sajnos. Elhagyott feleségek száma? Az sincsen. Jó, tehát akkor típus vagyok. Éjjel-nappal hűséges lehetsz a párthoz, építheted. Vegyük komolyra a dolgot. Milyen esélyek van arra, hogy a szocialistáknak a sértett, igazán baloldali át fognak költözni önökhöz? Sajnos nem vagyok statisztikus, hogy esélyeket számoljak, de azt mondom, hogy a bizalom, illetve az egymáshoz való közeledés alapfeltétele, hogy működjön két szervezet között, illetve hát volt pártagok között a kapcsolat. Jósolni nem szeretnék, mi dolgozunk azon, hogy bővítsük a tagságot, fejlődjünk, és 20-22-be bejussunk a parlamentbe. Statisztikus nem, akkor micsoda, mit tanult? Én politológiára jártam sokáig, többször próbálkoztam, végül nem fejeztem be. Én 2010 előtt foglalkoztam aktívan a közélettel, majd 2010-től a turizmusban, hotelben dolgoztam. És most értem vissza nagyjából az idei évben Huszti Andráék megkeresésére. Hotelben megtanult kommunikálni, a vendégekkel, ahol mindig a vendégeknek van igaza. Értem. Mi az, amivel beérnék 22-be? Ez csak, hogy segítsünk a közvéleménykutatóknak. Hát frakciót mindenféleképpen szeretnénk, de hát nyilván a fő cél az, hogy... Az nem kevés, az, hogy frakció legyen, ahhoz sok képviselő kell, igen? Hát 5, számszerűen. Uh-huh. Szerintem ez abszolút megugorható, azon vagyunk, hogy évvégére mind a 106 körzetbe legyen jelöltünk, hogy el tudjunk indulni az előválasztásokon. Nagyon-nagyon előválasztáspártiak vagyunk. Én azt gondolom, mint hány ahogy... Hány független parlamenti képviselő van ma a magyar parlamentben, aki csatlakozna önökhöz? Ezt nem tudom megmondani. Én nem látok olyan független képviselőt jelen pillanatban, akinek a fő projektje a szociális és morális válság felszámolása lenne. Értem. Hátra van még pontosan 2 percünk. Ezt a 2 percet kihasználhatják arra, hogy egy-egy percben Jákobnak a szemébe néznek a robotkamerának, és elmondják a hiszek együket, és hogy miért álljanak be az emberek önökhöz. Kezdjük a fiatallal. Borsodoboly Zemplén megyei 6-os időközi választás kapcsán szeretném azt elmondani, hogy ezt üzenem mindenkinek, hogy gondolkodjunk el azon, hogy miért érdemes kormányt váltani. Gondolkodjunk el azon, hogy milyen jelölteket támogatunk, és milyen értéket képviselünk, és húzzuk alá, hogy van egy minimum szint, ami alá nem megyünk. Köszönöm a figyelmet. Andrea. Én pedig akkor üzennék az MSZP árváknak, hogyha szabad. Én 2010 óta voltam politikai árva, és az elmúlt 8-9 évben a politikai térben megtapasztaltam, hogy létre kell hoznom egy pártot ahhoz, hogy tudjak valamire szavazni. Úgyhogy ezt üzenem minden MSZP-ből kirúgott vagy leszakadó becsületes baloldali embernek, hogy itt egy fantasztikus csapat várja, és meg fogja találni a számítását, illetve Szanyi Tibornak sem kellett még az asztalra csapnia ahhoz, hogy a baloldali tervei, víziói elfogadtassanak. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltak nálunk. Most már nem kérdezem meg, hogy honnét árvult el. Feltételezem, hogy... MSZP szavazó voltam. De nem voltam tag, de MSZP szavazó voltam. Kedves nézőim, hasonló cipőben járunk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában az ISZOM mozgalom, az IGEN mozgalommal együtt, hosszú nevük van, úgyhogy soha nem fogom megjegyezni. Igen, Szöldétes Magyarországért mozgalom. Huszti Andreát és Galaba Deák Ádámot látták és hallották. Visszavárjuk önöket jó hírekkel. Most előzetesek is jövünk, visszatartsanak velünk.